Nem tudok hova elmenekülni, geci. Le van minden kurva ház rombolva, bazd meg. Faszom csókolnátok ki mindannyian. Ez szerint úgy tűnik ti valamilyen fejek, hogy végig kell futni az egész pályán. Konkrétan erről van szó. El kell futni a legközelebbi házot, tehát tovább kell mennünk ezen a részt, menet közben is lövöldözni egyébként, ezt lehet látni. Hát, apám, ezt nem hiszem el, akkor mondom ezt, hogy ez ennyire geciség. Ez a rohadt tank is mindjárt megindul megint. Szemfető egyébként. Csolt van mindig egyébként. Oké, okay, elmondom, mi a tervünk. Nem egy nagy meglepetés. Figyeld, futás, hogy megyek a pár lövök. Ekkora profizmus már azért. Jöjj! Hé! Hey! Kurva anyád! A bütös is nétben szar, izének a pántok jönni a kurva izéből. Spár, jó szomszéd! Nekem az mad. Ó, szopjatok már le mindannyian. Nem hiszem elkezdettük kijönni ebbe a kurva házból. Faszok ki van. Jó, a tank egyébként. Bazd meg, mi van gondunk? Meghattam pucolni valami időben. De akkor várunk. Hey, rohadjál már meg! Te mocskos fingláda! Állj meg, van gond. Csak belokalizált faszom. Rohadjál meg. Ó, ez a csó itt fog egyszer járni egészen, akkor jó lesz, bazd meg. Ó, anyám, lebuktunk? Mi a gece van? És nem az a baj. Csak mikor megy ma picsába innen az ablakból le? Itt fog áll, nem tudunk kimenni a pán az ajtón. Elment végre, csávú. Jó, elmondom, mi a tervünk. Beljünk az életörű felütőjét. Az anyád is nézd, faszom a duasz, bazd meg! Ez nem igaz, apám, itt mérve a rohadt pályába. Menj ma a picsába, te hülye fasz! Lépj meg ki ebből a kibaszott izéből. Jó. Hát tulajdonképpen nincs semmi. Hát apám, nem igaz. Mi van ma megint? Faszom lő állandóan. Ti mocskos ticik. Húzom majd a picsába, bazom, ezek kinyírnak már itt nyírnak, egyszer nem igaz. Itt menteném le a játékot most, tudod? Ha lehet ezt a kibaszott játékot menteni. Fasz ki van. Húzunk őre, bassza meg. Hát ide figyelj, nem tudom mit csinálni, itt elmondom nektek. Sprintelnünk kell. Most figyelj, most melyikről fog figyelj az izét övöldözni. Hogy is hívjákból. Sprint! Fuss, bazd meg! Nincs több viszont a Mr. Dragunovból? Hát, apám, azt fenn voltam a csávónál, geci, ott a izénél. Ezt nem vettem fel. Leszarok mindent, húzunk gecibe. Megmondom egyszer őszintén, mindig a legrosszabb döntést csinálom egyébként. Elmondom nektek, mindig a legrosszabbat csinálom. Ami csak lehet. Úristen, bazd, a ház túl messze van még, de szó szerint. Egy lövés. Oda kell mennünk valahogy a sávókához, bazd, a ház befezek. Na, bazd meg! Vegyél lottót, köcsök! Sprintelj már! Csak ne felrobbanjon, bassza meg! Menjél már, bazd meg! Menjél már! Úristen, apám, megúsztuk, köcsém! Ó, oh, bazd meg, ezt nem hiszem el, amit mi ebben a játékba kurva anyja bassza szít! Hú, apám, bejöttünk utolsó percbe! Baszalat! A rohadjál meg te moskos szemét! Mi nem tudod bejönni ebbe az izébe? Á, ja, itt van, jó. Nekem Dragunov kéne bazdani, itt szedtem a csavukat leszintem fent. Dragunov utánpótlás, faszom, de rögtön.
Apám, ezt a kibaszást, amiben a játékban van, geci. Dragon of Yeti 20 ötlet? Pont kifolyt a munícióból. Jó, hát akkor elmondom, mi van ti valamilyen fejfélyből tarazás. Gyakorlatilag a helikopter elment. Innentől kezdve alap kell mennünk, mert nincs ettől az a szar izé, figyeld, mindig figyeld, geci, még hol vagyunk be azok a céltól. Juss el a határig, geci, ezen ügyködünk jelenleg. Úgy szállj fel a teherautóra, hogy ne szóljon meg a riadó. Jaj Istenem, azt már látom, hogy hány szó fogsz a csinálni, geci, riadó, ne szóljon meg. Ők eltop ennek a ház, nem a riadó, még foglalkozok a többiekkel. Úr Istenem, apám, nem hiszem el. Hely, erre, mit is van a helikopter? Mi a geci van? Itt van körözni egész a helikopterről, mi a faszom van? De egy mocskos, egy szemétled a bagásba azon, ami itt van. Hallom ezt a rohadt helikoptert, mi mindig öcsém, nem hiszem el. Mondjuk ki apám a házból. Itt nem egy kis hülyeség, itt van valamit tudod aprítgatni. Viszont most fel kell használnom arra a rohadt izére, szerintem ki tudunk lőni valakit. Oldalról menjünk, kevésbé feltűnő. Vigyázzunk. Hát elmondom, mi újság van ti valamilyen fejek. Nem tudom, a tankhoz merre van. Tankos Rici. Itt előttünk viszont van valaki. Ott kilőben a pár, mert csak gondot fog hozni a csávú. Észreszapán lövörözni fog, riadóztat, ki tudja, mit a szart csinál. Nem engedhetjük meg magunknak az ilyen luxus, hogy jöjjünk, hogy egy csávú bazeg. Bazd meg. Ez meg hogy küldt ide, faszom? Bazd meg, bazd meg! Hey! Elég már faszom, mi a geci van itt? Jó, már nyomjatok még, bazd meg már, tényleg. Vigyázzunk. Heróton lett a ját, nem tudom, hogy vagytok ti egyik de én így vagyok az egésszel. De főleg attól Heróton megjelölök ezen a szart. Ajj, van gond, apám, ott figyeld. Ajtó van, némi tank. Puh, ott meg hátul valaki sétálgat. Oda felfigyelj, erre bazd meg. Aha, figyeld, némi lámpák. Fenyőfa figyelj a háttérbe, körül, mint a figyelj, egy nap, mert mi egymás. És az a baj, nem tudom, hogy ez elmen apám a tanktól. Nem tudom, ez most így működik, ami van azzal. Jó van. Fú, apám nem félni, figyeld. Jézusom apám, figyeld ezt, ez geci. Öcsém, mi van itt? Üres, figyeld a őrtorony. Figyeld, izé, ilyen aknásított terület. Fallal, figyeld, szellő műhelyjel. Szerintem az lenne valami... Júj, geci, ezt nézd! Figyeld, nem is feltűnő. Bazd meg, itten ezen a teherautóval mennünk kéne. Van egy olyan érzésem. Ölcsávó bazdott hátul, figyelj ezt! Hát megmondom őszintén, nem tudom mit csinálunk ti valamilyen, most nincsen tudod ez a szartérek, nem tudok valami tervezni. Bazd meg! Egyébként mit vettem fel? Ez itt a csávókák, tudod, itt van, úgy van náluk egyébként. Mi a szar? Az a lőnek, azt hallottam én is. Jó, hát jelenleg úgy tűnik ti valamilyen fejek, hogy némi kipucolás egyébként megoldottunk. Nagyjából ezt kipucoltuk ezt a környéket, itt úgy lehet egyébként nagyjából látni. Most az igazság, hogy tovább hogy menjünk, nem tudom. Mert ugye itt most milyen lehetőségek vannak. Hát ugye az egyik, az lenne az egyik lehetőségünk, hogy itt jöjjünk errefele. Tudod, ez itt a szél, de fél, hogy megvan csinálni egyszerűen, mert apám felmen odáig. Csak a szélén mehetsz. Ez az egyik. Akkor ugye az igazság, hogy itt a kapun, látod, itt kell kijönnünk a tank, mert nem tudom, a tankhoz most működik-e, vagy mi van azzal. Megmondom őszintén, nem lenne jó, hogy kiderülne be azok, hogy működik, amikor még arra megyünk. Esetleg mehetnénk arra, itt szinte nincs semmi, mert itt így van lekétve, arra kell mindenképp mennünk. És mehetnénk akkor esetleg arra fele valahogy. Tudod, nagy íbe, de ott sem tudunk figyelni, ott ott robbanó tudcos apám, nem tudunk, itt kell mennünk, hát akkor mit csinálják, ha ez az egész szába azok? Hát, tudom, egyébként túl szar. Felmennénk a csém ide, azt innen lövöröznénk a csávokat, hogy vizével, hogy is hívják ezzel a távcsős puskába, geci mindenkit. Az lenne királyság. Fél csávót, valakit van bent. Még innen ilyen tisztes távolságból kéne ki lövöröznünk valamilyen feket. És itt már senki bazza, ki van neki lőve.
Ne csapazok. Az mekkora van a Dragoon öcsém? A nagy királyság azért. Ne ez a bazma izia. Ö! Fia riadót lehet, fia látom, hogy a riadó készült ott a lámpából. Mutatjuk, hogy megszívtuk a lelövést, ezt inkább hagyjuk ki. Állj meg! Előbb hallottam valamit. Tank lett volna. Nem kibaszott az egész játék, de komolyan mondom, ezt a szivatásom itt megy apám, nem hiszem el. És ez fintom, nem igaz apám megint. Na, jó van, mi van itt öcsém? Hú, apám, de messze vannak, ezt nézd! A csávó jól csétegezi elől. Mögötte másik bazd meg! Helikopter, figyeljetek már meg! Fél járó, mondjuk úgy motorral, akar ez lenni? Hát az igazság, hogy nem tudom. Ajtófi be van zárva elől. Hát, geci. Megmondom őt, nem meg közel mennek a szarod, apám, meg előtt van tőle, lehet, hogy egy-két bomba, azt úgy robbanunk fel. Tudj, hiába menné fi itt hátul, fi nem is feltől nézzek meg. Itt jönne valaki, fi egy taposó akna, baznak, innen odáig. Most azon gondolkozz, hogyan tudunk bejutni már ebbe a házba. Ebbe a bázisba. A csávó, ez ketten bazzik együtt bazzik, mi a buzik vagy tudja ezi? Buzi gecik. Az fiat benn van, hát az a őrtorony. Hát megmondom őszintén, hogy nem tudom. A tankon nem meg kimenne a tanktól. Állj meg, ott egy csávó. Ő bazd meg. Fél nagy képűen mutog, azt haszom. Dick, mi a geci a némel, nem hatan a csávó, hogy izé? Hé, lövöm a semmi eredmény csapám, hogy izének meg valami leárnyékolja a kerítés. Ez lesz apám gondunk ez a csávó, hogyha ez itt fog apám riasztó, mert apám ott trázságatni. Ő fia riadó apám, mert te ott a csávó, mert a riadó. Jézusom, geci, nem hiszem el. Erre nem tudunk menni. Egy gyors rohanás. Istenem, ezt nem hiszem el apám, ez szivatás, amit megy. Nem leszek apám olyan gyorsan, oda gyerek apám addira. Ne riadóztasd az ellenséget, mert leszapod a faszt. Na, ennek vége van apám, ezt most már mondom. Love, utószar. Te mocskos traci, bazd meg! Most tőle lesz neked faszom! Oké, ennyi volt, hogy valamilyen fejek. Nem, mert te büdös faszom. Idióta. Jó, hát ez ennyi volt, nem megmondom őszintén máshol megcsinálni. Figyeld, gyógyszert nem is feltőjékítő, mert tudják, hogy itt lesz valami gondunk. Már kétszer vettem fejben, ez már ritkoság. Jó! Hát ennyi van, ti valami... Figyelj, milyen kicsi budi van, nézd, nem kérjük a sztály. Bejött rólulni egyet, mert mi egymás. Hát van némi problémánk. Az egyik az egyébként, hogy a figyelci 78-on volt a csém vízében ilyen töltés. Ilyen sem volt egyik minden nap. Hát van némi problémánk, hogy valamilyen hengek, azt lették így jól látni a melléketáv alapján. Mégpedig az, hogy az ellenség, az tulajdonképpen is szeretett ifjunk. De a tankot kilőttük, hogy ebben a szempontból nem volt rossz. A módszer. Váltsunk izére, Dragoon Overra, és nézzük meg, hogy mi újság van itt hátul. Hű, apám, rengetegen vannak. De legalább ezt elintézzük itt. A menőkénk le van szigorúan korlátozva, elmondom mindenkinek. Itt némi lőszert azért bennék fel magamnak. Onnan fent, hogy lenne fél némi perspektívánk. Megyek feléként AK-val a hátamon. Én a Dragoonovval akarom mondani, mert ez Dragoonov inkább. És innen fentről valamiféleképpen megpróbálok egyébként tisztogatni. Tulajdonképpen ennyi a tervem most. És egyébként fél sima AK. Tudom, mindenek itt oda izének más, amik itt van a gépágyuk. Jó, innen fentről figyelj, túlszorul, ha látunk, látna a környékre. Látja mindenki, hogy eddig le van azért korlátozva a menőkénk, mert nem tudunk figyelj, itt tudunk menni ezen a kis íven, meg ott, nagyon szarul meg van csinálva. Amikor ott lenne tovább valami értelme ennek a nagy végtelen pár, akkor nem lehet kihasználni. Csehok ott sétálgat, egyébként lehet látni, itt egyébként megint valaki, bent, itt egy figyelj, egy bunker, bent izével géputoronyott, egy villogó, hogy is hívják. Sokat leszettem a múltkot, egy másik, figyeld, hogy is hívják, ez a... Meg egy harmadik biztonsági kamera. Itt még egy nagy beton erődítmény van, fia, olyan, mint valami, hogy is hívják lenne. Na, késztel, hogy is hívják? Olyan, mint valami
radarközpont lenne. Csókolt Mászkár. Ő, figyelj, terrautó! Oda kell mennünk. Csak tudod, mi a probléma? Hogy jutunk be a bázisba? Körben nem tudunk menni, azt látja mindenki. Taposó aknák miatt. Ott se tudunk menni, taposó aknák miatt, nem feltűnő. Kerítés, figyelj, mindjárt lezárva, apám, meg az úgy csinálva, azt nem tudsz, hogy sem erre menni, bazdmeg. Ez átnézték, hogy de például ezzel dolgoztak, hogy szívassanak meg, bazdmeg téged. Jó, első lépések, elmondom, az a két csicskát le fogom szedni, apám, úgyhogy erre sétálgat hátrafele. Figyelj, maximalizum! Várjál, van a másik faszfej. Ott vagy te, mocskos trici. Ez a legjobb módszer, amit itt tehetünk egyébként, hogy kicsit a... innen hátul valamilyen fejeket, innen távolról. Ez a legjobb módszer, amit tehetünk, elmondom nektek. Erre felé ki van még valaki elvileg. Aha. Hű, apám. Eltűnt. Dragunov, ez a nagy királyság, faszom, hogy ilyet megtetsz. Gyúgozz, mert ketten vagytok, basszalak meg. Állj meg. Ott a csáv, figyelsz. Pont a fa mögött. Inkognitóban. Nem tudom, az a szarapám észre fog jönni, ez a rohadt fied. Ez a szarság. Nem leszedném ezt a fasztapám, amiből itt fiel. Fiel, szóval szemfüles meglátás volt. Mi az a stricivé, hol tűntél, rohadjál meg. Csak tudom, mi a baj, nem akarom visszanyag a kamerába, az a mennyi fúj a riadót, bazdmeg. Miért távol, annál jobb. Nincs szerintem semmi riadó ezen a részen. Fiel, csáut. Hát ennyi van, ti valami félgeci, ezt kiaputott az egész környék, bazdmeg. Szar volt egyébként megoldásnak. Ez a legjobb egyébként, hogy tehetünk, elmondom, hogy Dragunovba az egyetlen előnyünk, mert más nem tudunk tenni. Ez mekkora meg egyszer itt a Nagy Szibériába, egyszer a izébből, magas lesről lövük ki az embereket, mekkora már faszom. Ez szép. Ott lennék már a terrautó platójában, az a jó nővel, az ott lennék én. Keményen. Itt várnak az rendkívül nagy hadseregben, az mekkora lenne már faszom. Inkább ne legyen már semmilyen. Fél lemászom, hogy a nagy húvesésben, a fából eszkávált, ilyen mindjárt összeszakadó ilyen magas lesről, és akkor Dragunovval a kezemben már nem sok lősze van egyébként benne, de a túlszorul működött, azt kell mondjam. Hát, nem is feltűnően egyébként az útlepén fog menni. Szerintem erre megy ki a játék, hogy is ott menjünk, úgyhogy ennyi van. Hát ennyi van, ti valami elfejek. Megyünk előre, és reménykedünk a legjobbakban. Hát a rossz a játékban, ezt mindenkit elmondtam mindenkinek, hogy az a módszer, a helikoptert, hogy ezt képződök, már csak nem tudom, mert rémeket hallok, meg látok, hogy Fiamilyen hegység az előttünk, csak most festői távolban van, nem tudom menni. Egyik megoldás egyébként ez, hogy azt csinálják veled, hogy elmész, mondjuk valami olyan, Jones, újabb információk, egy Hindmill raj van előtted, bújj el, a büdös Isten, bassza szét már. Nem tudom, mi a tökömről van szó megint. Gyorsan menj nekünk, apám. Nem tudom, miről van szó. Az az igazság, hogy valamilyen fejek, hogy az, hogy eltűnjék meg a játékban, hogy az ember három rohadt nehéz részen áll fel, úgyhogy a végén, ha azt megeci. Ez a szivatás. Itt úgy lementeni ma lehet neked, ne tudd meg. Most nem tudok, hogy mi volt egy rajtam? Bújjak el. Figyelj, nem is feltűnő, ezt kap köcsém, ott van a védelmi rendszer. Ott fél helikoptert, azt múltkor láttuk mennünk ezt a magas lesről. Figyelj, ez valami adótorony lehet, nem tudom milyen. Nem, az abban az egészen elmondom nektek, hogy oda kell mennünk, azt most látom. Csak. Sajnos az abban az egész több mint 200 méterre van az egész Miskulancia. Hé, meg! Előbb hallottam valamit. Az abban most nem tudom, mi újság van. Megmondom őszintén, nem tudom, mi van most itt valamilyen fejek. Valami rajtam van. Bújjak el. De micsoda, mondd már, mert mi az a hírmír, nem tudom, mi a tököm. A
Egy tank, repülőgép, vagy mi? Jó, akkor mondjuk tovább szerintem. És nem tudok más mondani. Vigyázzunk, abban valami gondunk, hogy van itt ez a környékkel. Tehát elmondom, mi lenne a tervünk. Csak hallgatózunk. Be kell jutnunk a csoma izébe. Ott elrautunk. Figyeld, 200 méter innen apám az egy cél. Csak be kell jutnunk apám, ott apunk faszom valahogy. Figyeld meg ezt, védelmi rendszer itt. Nem kirülni, ott kell bejutnunk majd, de itt hol jönjünk oda be? Ott egy másik, hogy kell azon megyek inkább alatt elrautóba. Jobb, rájöttem. Fú, bazd meg, az egész nem jó így. Nem merem kirülni a kamerákat. Mert attól tartok, bazd meg, hogy megint riadó lesz, és akkor vége a pályának. Az nem menne jó, hogy annyit betettünk ebbe a pályába, annyi energiát, nem hiszem el apám az egészet el. Ez a legszarabb ebben a játékban, hogy így van megcsinálva. Csak tudnám, mondd már meg, hogy mi az az Isten verte szar, ami engem elvileg követ. Sehol semmit nem látok. Fú, az meg. Figyeld, üzé. Tudod, tartálykocsi robbanás. Most az a problémám, ti valamilyen fejek, nem tudom, hogy jutunk be ebbe az egész bázisba. Azt a főkapu, azt mondja, elég jól van védve. Lássuk, van-e másik bejárat? Hát lássuk, bazdmeg, de merre van akkor? Jones, most vettem ezt az adást, hallgasd! Egy tökéletes munka, százados. Maga és az emberei nagyon meg lesznek jutalmazva ezért. Szép volt? Kibaszás? Azt mondja, az angolt még nem találtuk meg. Na mindjárt megfogtok, bazdmeg. Hol van? Utasanak, azt mondja, még utána 30 percig, aztán hagyják, mert akkorra már biztos meghalt. Hamarosan úgyis utoléri a fagyhalál. Most 30 percig itt dekölök, nem hiszem el. Ez most ezt jelenteni? Azt mondja, a felszerelése, mondja az áldos, vigyék a főadiszállásra és javítsák meg, aztán küldjék ide nekem. Ekk. Ennyi volt az információ? Jaj, Istenem, de most várjatok már, most mi az, hogy 30 percig? Most itt vagyok 30 percig? Ez most vicc egyébként, vagy mi van? Nem meg kimen apám a húrom, mert faszom, neki egyből lebőgelpülök, faszom. Ez nem humorizálnak. Itt egy szétvert ház. Fél kamera be az a beaktiválva. És az a baj, nem tudom, most mit csinálják ti valamilyen fek. Mert itt ide mennék, de hát nem tudok menni. Ott egy kapcsoló, nem? Hát menjünk akkor arrafele. Most nem értenek én, 30 percig most várakozom, most őszintén, most nem értenek én, mi van ebben a játékban. Most egyébként ezt kell csinálni, 30 percig várakozom, mi a tököm van? Nem ezt a bosszant az ember nem várja ki azt a kóizében, de most 30 percig most itt várjak? Ezt nem hiszem el, de komolyan mondom. De lenne valami idő, hogy nem tudom, ez egy 30 perc. És nem tudom, játék, mennyi 30 perc ebben a játékban, mert attól függ, mindig hogy fut a játék. Én nem tudom megmondani őszintén, most itt nem fog várni, az biztos igaz. Nincs nekem annyi helyen bazd, hogy várakozzak. Hát elvileg annyi van, ti valamilyen fejek, hogy... nem tudom, na. Nem tudom, megmondom, hogy őszintén azon gondolkozom most, hát, hogy most ha nem várok 30 percig, akkor izzi, akkor lehet, hogy akkor a helikopter elindul az ellenem azt, akkor lenyír. Egyébként, amikor itt fog adnak semmi közepén. Sem tudok el se bújni. Tehát elvileg itt a kapu, figyeld meg. Itt egy izé, itt egy ilyen kukker. Csak az a baj, tudod mi a probléma a kukkerrel? Hát ide, amíg a kapuhoz elfutok, már észrevesz. Egy, kettő, megnyom a gombot, befutok a kapun, már le vagyok bukva. Ha lelövöm a kettő, bekapcsol a riasztó. Innen meg elfutni, ott fél egy másik kapu. Innen meg a csim elfutna a izébe. Most azonban nem tudom, melyik terrautó a miénk. Ugye most szeretnénk, hogyha ez lenne, tudod? Szeretnénk mi azt. De lehet, hogy a mi terrautónk inkább ez. Ez már nem lenne szíves, mert átkötött az ész telepen, mert azt nem tudom, hogy néz a telep. Mert hogy van még egy csomó kapu, meg még ízni, nem tudom mi az a tököm. Ez a riadó nem kapcsol be, az a baj. Hát, ilyet apám. Nem emlékszem, nem megmondom, hogy egy szőszor, hogy ez hogy volt az a játékba. Hogy volt megcsinálva.
Jó, én definitív elmondom, miatt elrönti valamilyen fek. Bejövök ebbe a házba, és lekapcsolom a izit. Elmegyek, hogy csinálom budira, aztán majd visszajövök, azt mondja, mi a játék. Csak elbújok ebbe a házba. Hogy nagyon rám verjenek apám. Felmegyek a kis házi kúkámba. Ott meg, akkor leálltam, és akkor fél óra lesz, ami visszajövök apám budiból. Azt akkor ennyi lesz. Nem akarom kockáztatni azt, hogy ősizé van az, hogy előre kezdem az egész játékot. Megmondom őszintén, nem akarom kockáztatni. És feljövök itt valamilyen fel, ennyi a tervem. Már nem is izé volt itt, igaz? Jó, a másik volt az a rész. Akkor ennyi van ti valamilyen fejek, más nem tudok mondani. Itt megállok. Ennyi lesz ti valamilyen, oké? Na, csőztök. Hát nem rizikóba ütön a gépet, most nem azért. Ezt a hülyeséget az, amit látok, én nem tudom. Csak nagyon rábaszunk. Hogy tudom, mondja a csávó, hogy most már mennyi az, egy perc múlva az jön a izé. Aztán ott a budinba az, hogy mekkora már. Hát ilyen sem volt nézni a játékban, de akkor ennyi van tesztek, hát akkor ez lesz. Ennyi van. Kibaszása tényleg. Na, itt vagyok ti valamilyen hengerek. Elmondom nektek, hogy visszatom a szarásból, bazdmeg. Kíváncsiak arra, hogy mi történt, bazdmeg, itt azóta. Nem nyíltak ki, remélem. Egyébként felmentem a izébe ti valamilyen fejek. Felmentem ebbe a tetőtérbe, és ott kurvákodtam. Ott hagytam a játékot, de nehogy tudom, valaki befogsan az kinyíljon, ami nem ott. Nem tudom, viszont szeretetőre tudok, nem tudok felmenni a tetőtérbe a létre miatt. Úgyhogy az ebben a szempontból bizonyos. Nem tudom, mióta egyébként kaptunk valami szöveget, hogy most 5 perc múlva menjél, mert most van nyitva kapu. Azt szoktunk bent a bujjba, hogy egyszer lemaradtunk róla. Mondja, megnézzük, hogy mi újság, vagy egyáltalán még élő a gép, hogy kék halállal meghalt volna. Hát élő még, az jó ír. Nem nincs mission fleet, meg még megy még a játék. Ebben a szempontból ez jó ír. Megnézzük, hogy volt valami fejlemény. Melyik én fél lejárt, mert ilyen 15-kor mentek, és 42, úgyhogy ebben a szempontból elvileg hát betudtuk a szabályt. Szabál a szabál. És elég rizikus itt állni az ablakba. Figyeld! Megy a felvét. Ide jöttem fel, bazni, itt állogatok. Megmondom őszintén, azért jöttem ide fel ebben a részen, mert izé van. Tudja mindenki újság, nem tudok ide feljönnek valamilyen fejek. Nézzük mi újság van a tézével, figyeld, napló. Ennyi, figyelj, nincs ilyen több. Jones, úgy fáncok, azt mondja, hint, mill, azt mondja, előtted, búj el. Hát nincsen fia semmi, ez az, nincsen semmi, nézzetek meg. Jó van, vél, lássuk csak, van-e másik, figyeld, Jones, azt mondja, vette, hogy hallgass, tökéletes munka, igen. Azt mondja, nem tartok, megfigyeld, 30 percig. Aztán hagyják. Figyeld, vigyék a főszak, hát nincsen semmi dum, azóta nem volt, akkor ennyi van. Hát figyelj, eltett egy csomó időt valamilyen, hogy kilépjünk a játékból, geci. Menjünk szerintem kifele, bazdmeg innen. Azt mondom nektek. Sem tudom, hogy mi újság van lent, hogy most van-e valami fordulóbizottság. Felhagytak a ténykedésükkel, az nem tudom. Ú, ez is magasan az a izével, csak meg. Várjál már. Nem tudom, mi van ti valamilyen hengerek. Ténykedésükkel felhagytak ezek a valamilyen fejek. Jó, ne bejutna a pályába azt végigmenni rajta egyszerűen, mert nem azért jártam, hogy fél óráig bazdok, utána előkezdem az egészet, nem idős több, ezt belegondolni is bazd meg. Mennyit szoptam, míg eljutottam erre a részre. Fél óra várakozás, nem is beszélve bazd meg, amit van. Most ez a baj, hogy valamilyen fejek, tudod, hogy a valóságban is hasonlóképpen tudod néz ki a sztály, mint itt, csak az a baj, ugye, hogy hát szóval mi az igazság. Most például lenne lement, és akkor egyből fognám magam. És vigyázzunk azért. Egyből mennék ti valamilyen fejek, és hirülném azt a kurva. Nyomvat. Hogy is hívják ott? Kilőném. Azt a védelmi rendszert. Csak az a baj, hogy az úton menjünk már, az a biztos. Csak az a baj, hogy ti valamilyen hengerek, hogy nem tudom, hogy mi újság van. Mert sajnos, ha ezt elbaszom, érted? Akkor ennyi. Akkor nincs tovább. Az ember tudod, lelövöm, tudod, nincs semmi, akkor túlszatod, nem kell izé a szarakodnod a kerítésnél. A pont a kamera előtt.
Ha nem lövöd le, akkor meg izé van, akkor meg lebuksz, akkor meg azt mondja, miért lőttem le. Érted, ez a probléma az egészen. Jó. Hát fél, nem tudom most mi újság van ti valamilyen fejek, hogy milyen változás van itt a fél, mert meg mindig megy a helikopter, lehet, hogy látni ott a háttérben, hogy elő az megy. Ott a mindig ki megy a pirosra, vagy a szépen piros menne. Megy zöld a különböző ilyen védelmirendszer. Teher autó még ott van. A másik, hát nem látom, hogy hol a másik teher autónk. Ott van is jó. Jó, ennyi van, nem tudunk tőle csinálni valamilyen fejek, én minden megtettem úgy ez, amit... Nem is feltő, fél már fél, árnyékos oldalag egyszer a földnek. Én minden megtettem úgy érzem, hogy valamit, amit egyébként meg lehet tenni így normálisan. Kivártam az időmet, és szóval nem mondta senki semmit. Az a baj, hogy nem tudom, megmondom őszintén, hogy mit, hogyan kell most cselekednem másképp esetleg, de reméljük, hogy nem kell semmit máshogy. Nézd, nincs itt senki, most nem tudom azt, hogy hova kell menni. Most az a terrautó az olyan másik. Most annyit tudok egyébként elmondani nektek, hogy tulajdonképp itt egy kamera. Most ez, ha lelövöm, nem tudom, lesz-e valami probléma. Nem merem kipróbálni, mert akuta. Mert ha a riadó bekapcsolva azért, akkor ennyi a pályának megmondták, hogy ne úgy szállják, hogy ne kapcsolva a riadót. Egyértelmű. Akkor ott a kapuk telefont kéne kurogatni, tudod, az ember ott elfut, akkor ez a szarba az egész, az, akkor visszafutsz, akkor elkezd pittyegni, tudod, 5 másodpercet bekapcsol a riasztó. Tehát nem tudom, mit csinálják, megmondom őszintén. Hogyan oldja meg ezt a problémát. Egyszer nem tudom megmondani. A frankót. Egyelőre sehol senki nincs. Ezt nagyjából egyébként látom, meg most épp azért, hogy hallgatok néha el, mert hogy hallgatózok, hogy meghallottam előbb, hogy furcsa hangot megint. Tehát sehol senki nézzetek meg. Se az ablakba, se ott itt a sziszettem mindenkit a dragunovval. A legfőbb probléma izével van, azt lehet látni. Ez a védelmi rendszerre. Nem tudom, hogy faszoskodni, itt kell úton menni. Gyak, ez az hópejbe, pofába, azt a aknit kaptam. Tiszta már rémeket látok be az, ami nincs pedig este faszom, azt már képzelődök be az meg. Tehát a helikopter is véznek. Látod azok a különbözőket, amit lehet látni. Nem tudom, az lenne, hogy abba kezd, aki nem mennék. Egyszer megkönne már abba, hogy felpattanik a csókolom. Ami múlt tudod elképzeli. Még nincs más senki az ebbe se. Ez bent is, úgyhogy mindegy. Hát figyeld meg. Sehol, senki geci. Ott a kaputelefonunk. Az kurgat be, így be tudunk menni fél kapun. Csak tudom, mi a baj. Most azon is egyébként gondolkoztam én még, hogy ha azt mondja, hogy fél óráig nem akarjuk a picsába kötő, akkor azt jelenti, hogy kilőltem nyugodtan ezeket a kamerákat? Nem lesz semmi? Riadó? Esetleg? Itt azért már új perspektíva van fél, hogy nem jártunk koszok be. De csak némi új információ, fél szöges drótos, ilyen homokzsákos fél elkerítés. Hátul mennénk, de szerintem hát nem menjünk fél, hogyha itt futnánk be a kocsát, mert a kocsi azt lehet látni, hogy izin mögött van. A második számú ilyen dróthála mögött, úgyhogy ne fussunk arra. Itt elé rábaszunk, hogy erre futunk. Inkább körbe kell mennünk ott homokzsákos, meg a fal mögött. Nem tudok, mi van még ott együtt, nem tudok más mondani. Hát megmondom őszintén, hogy egyszer itt most nagyon óvatosan próbálok menni, amely ez lehet. Ezt kell valahogy kiüzélni, de ez hogy fog kapálni ide? Tudom, mivel nem tudok odafutni, tudod? Hát apám, nem hiszem el. Ki kell lőnünk apám ezt a szart és befoghat a riasztó, akkor én nagyon mérges leszek, az biztos igaz apám. Mert akkor is nincs a világon, hogy apám, oda kell mennünk az a kocsihoz. Ott egy másik kapu is van ráadásul, nem is tudom azt, hogy kinyitni előre, bazd, de kettőt. Itt egyébként nincsen más ilyen cuccos, mint csak egy darabban. A riadókapcsolatban egyből mission fleet, azt is sem bizony mondom neked apám. És túl sok munka benne a pályán, mint szokott egyébként lenni, ez mindig a pálya vége fele járva. Ahhoz, hogy itt túl menjünk ezen. Ott egy már, az egyébként nem is feltűnöm, erre is van kamera. Ez már elég rossz ír, ha belegondolsz, mert ha csak itt kéne menni, akkor minek van a kamera, nem? Te jó Isten apám, nem hiszem el. Taposoknak azok merre vannak? Figyelj ezt, öcsém. Júj, geci, ide kéne fiúdni, figyelj csak meg. Ezt nézd meg, öcsém, ide kéne mennünk. Várjál, valahogy izém. Oda kell figyelj mennünk. Szerintem várjuk, hogy erre elfogod a kamera, és akkor oda fog futni apám a kapuhoz. Aztán visszafogod, ez a biztos megoldás. Hú, anyám. Francba, nem szivátás. Mit csináltad? Próbálj eljutni a teherautóig. Yes! Yes! Fiasz, de emlékezz, nem megy. Mi van? Faszom, nem olvastam el. Mi nem megy? Júj, geci! Mekkora már, hogy ez a teherautó az? Másik magától két nem is volt feltűnőbb az a kapu.
Júj, geci! Sem tudom, nem vártuk, hogy miért volna, nem várunk. Bazd meg, fatal error! De se, nem érdekel engem, tudod, hogy mi a meccsikapát kész. Nézd, a fatal error fél, lokál texture, text not valid file. Puuu, geci! Hát akkor mi újság van, apám? Kilépett a játék? Na bazd meg, nem basztunk rá, nézd meg, öcsém. Hát figyelj, figyelj, én nem érdekel, megmondom nektek őszintén, figyelj, nem válaszol a mocskos fia, így nézzétek meg, behalt. De nem érdekel, tudod, hogy mi megcsikopált, azért, hogy nem az elején, közepén, vagy végig halt meg ez. Hát meg minden már végén nem érdekel, lement és én megvannak valahol, és tudja hol, ezt el kell másik, a meccsik az mindenképpen kirásába az meg.